A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. Sziasztok, srácok! Megkaptam tőletek a videókat, és most elérkeztünk ide, hogy reagálok rá. Egy kis titkot elárulok, mert a YouTube-ó srácok válaszoltak azokra a kérdésekre, amiket feltettetek nekik. Úgyhogy most vágjunk is bele. Először is nézzük azt a videót, amit Balázs Dömétől kaptam. Na hajrá! Sajnos nem kaptam tőle címet, és nem kaptam tőle leírást. Ezt Léci pótolt holnapig, jó? És akkor javítjuk. Na, nézzük is. A mi móra halmunk. Rakunk rá egy kis hangot. Elixir Hotel, ezt már láttuk, tök jó. Ezt újították, azt hiszem, most föl. Meg a Colosseum Hotel, persze. Ne csinálj semmit, hallottam. Hallottam, azért átulott a srácokhoz, hogy az utót váltak. Tök jó a zene. Álvára lőttétek? Mert tök jó, stabil. Vagy nagyon jó a kezed, nem annyira remeg, mint nekem. Remélem, saját kép. Ennyi? Kész? Vége? Ennyi volt? Hát kicsit sajnálom, hogy csak 1 perc, 10 másodperc. Lehetett volna egy kicsit hosszabb, még néztem volna egy kicsit. Na nézzük a következőt. A következő videót Violától és Bogitól kaptam. Nem kaptam tőlük képet, ez hiba, de tök jó, hogy van cím és van leírás. Na nézzük. Egy nap veletek. Kész, cica. Kicsit hangos a zene, de ami tök jó. Tök jól tudsz teleportálni. Mit mondd el, mit munkás megcsinálni? Hát elsőnek szlámot csinálunk. És most elmondom, hogy mi kell a szlájmhoz. Ami borotszmentes szlájmot fogunk csinálni. Kell hozzá ragasztó, borotvahab, és valamilyen öblítő. Nekem persillel sikerült, de most sajnos olyat nem tudtunk, hanem szörföt, de megnézzük, ahol működik. Így megmutatjuk, hogyha elkészítettük. A siker pillanata, ugyanis nem szörfen, hanem tóval sikerült. És így összerántja, úgyhogy most összetovarjuk, hogy összejön, aztán... Tiszta egy főzőműsor az egész. Úgy de undi. És nyakig olyanok lesztek. Zseniális. Most a sikeres slime-ozat után Just Dance-elni fogunk. Az jó, azt én is szoktam. A jégvarást azt úgy tudom nyomni. Felsírváltok, ha meglátnátok. Ennyi volt a táncolás, nem már! Pedig már arra gondoltam, hogy bevágom a nyílt, hogy táncolok. De így nem mutatom meg. A hav. És most azt nézzük, hogy a macskák beleesnek a hóba, mert ilyen belelépsz, és így a macskák
A macskák eltűnnek a hóban. Mind a három. Jaj. Nézd már, hogy belakult a lábnyomba. Jaj. Ott ne hagyjátok, szegényt. Tök jó, hogy nálatok ilyen nagy hó van. Itt Pesten annyira nincsen ilyen nagy hó, pedig én szeretem. Kész, cica! Hát sziasztok, de hol van a musical-i? Hát tökre kíváncsi lennék erre is, meg a Jazz Dance-re is. Legközelebb majd vágjátok bele. Na nézzük a következő társaságot. Egy napunk Mórahalmon. Van leírásunk, van képünk, van címünk, tök jó. Csengétől és Izától kaptam ezt a videót. Na hagylám. 3 perc 50. Tanuljatok! Na jó, ne! Sziasztok! Csak egy kicsit. Úgyhogy megyünk a fürdőbe. Ja. Az jó! Nektek is tök jó a zenétek, van kis timelapse, felgyorsított videó, zseniális, fürdőnk is van, szobrunk is van. Megérkeztük a fürdőhöz. Kiszobrotta a szobrot? Mindjárt be is megyünk. Menj a be, hoppa, fürdőbe. Ennyi volt a fürdő? Nem is fürdőztetek? Csak így megmutattátok? Hát, ahogy a cukrászda előtt, ahol nem csak finomsítani, de fagy is várja az ide látogatókat. Kérem. Most gondba kell osztanám belőlük. Múltkor elterveztük, hogy YouTube-ról srácokkal menjünk a réteseshez, amit mutattatok nekünk, de tökre elfelejtettük, úgyhogy most mutassátok meg Léci megint azt, hogy hol van az a réteses. De hogyha itt is van rétes, az is jó. Jól van itt most, mert csináltatok is valamit itt, nem csak megmutattátok, hogy vannak sütik, itt esztek is sütit. Meg van patika. Szóval most megyünk a leendő bowling pályánkhoz, ami még nem épült meg. És mikor épül meg? Akik a jövőben szeretnének látogatni, az tudnak bowlingozni. Na, az én vagyok. A bowling pálya területén pizzázó is fog működni. És tudtok majd a szerelmetekkel sétálgatni is. Na ne! Te jártál, biztos. Itt állunk a Tóth Mentér könyvtár előtt. Aki Tóth Mentér híres festőművészről nevezte be, aki Mórahalmon született. Ide iskola után járhatunk akár tanulni, de internetes elérhetőség is van. Tehát
meg a játszótér, meg a játszótér, csak az ökörködés és csak a játszás. Hát köszönöm szépen, Csenge és Iza. Tök jó volt. Hoppa, hát ez hogy sikerült, ez hogy sikerült, ez hogy jött össze? Na, és kaptam még egy negyedik videót is, ami feltételezem, hogy ugráló kötelezésről fog szólni. Lássuk, van címünk is, van leírásunk, és még képünk is van. Na, hagylám, 3 perc. Sziasztok, én Andrea vagyok. Sziasztok, én Viki vagyok. Szabad időben. Sziasztok. Sportolni szoktam, és most is éppen majd most indulok edzeni, és hogyha érdekel, akkor tartsak a felem. Hát hogy ne érdekelne? Elég sokat sportolok, és most is oda tartok. Ha érdekel, hogy mit, akkor tartsak a felem. Be kell melegíteni, nyújtani kell előtte, csak így, csak így, csak így. Hogy más, hogy nem ugrunk csak úgy neki, így a sportolásnak, rá kell készülni. Videózás is ugyanúgy rá kell készülni. Akkumulátor, memóriakártya azért az jó, hogyha harcra kész, mert bevallom, velem is előfordult már, hogy feltöltött akkumulátor nélkül akartam videózni, vagy memóriakártya nélkül. Úgy összetörném magamat, hogy én ilyeneket csinálnék, ez biztos. Hát főleg ilyeneket. Azt a mindenit! Hogy mennyi ideig gyakoroltad te ezt, hogy ez így összejött? Tudja, hogy 8 hajt csomót kötnék a lábamra. Azt hogy? Mi? Hát... Hát tuti rajta lenne a lábom, a Gordiuszi. És na, én már most középen valaki ugrálni fog. Hát kipróbálom, de ez egy kicsit basic ebben, jó? Hát köszönöm szépen, zseniális volt. És ugye a címe az Jump Rope Vlog első rész. Remélem, hogy lesz második rész is belőle. Hát ennyi volt, srácok. Holnap találkozunk. Holnap nem jönnek a YouTube-ról srácok sajnos, de a Kriszta jön, valamint a Vodafontól is jönnek egy jó páran. Velük fogunk beszélgetni, csak így tovább, hajrá! A jövő izgalmas. Ready? Vodafone.